Köszöntöm a nézőket! Évente 100 000 tonna hulladékot szállít el Székesfehérváron a Deponia Nonprofit Kft. Ez az óriási mennyiség jóval kevesebb lehetnek is odafigyeléssel. Európa szerte meghirdették a hulladékcsökkentési hetet. A mai esti bérlekben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Miről is szól az európai hulladékcsökkentési hét, és mikortól van egyáltalán ez Európában? Már több éves akcióról beszélgetünk, minden évben ilyenkor november vége felé van meghirdetve ez a hét. Pontosan nem tudom, mikor kezdődött, de jó néhány éve ez téma. Ahogy a nevében is benne van, ennek a fő üzenete az, hogy hogyan tudnánk csökkenteni azt a irgalmatlan mennyiségű hulladékot, amit nap mint nap keletkeztetünk, termelünk. Szerintem mindenki, hogyha magába gondol, akkor nagyon kritikusan, akkor arra juthatunk, hogy tényleg nagyon-nagyon sok hulladéktermelődését meg tudnánk spórolni. Ehhez egy kicsit el kell gondolkodni, egy kicsit tudatosan kell vásárolni, tudatosabban élni, és arra koncentrálni, hogy hogyan is tudnánk már a boltban mondjuk adott esetben, vagy a vásárlás megtervezésekor ebben okosan, tudatosan és környezettudatosan gondolkodni és élni. Hogyha a számokat tekintjük, akkor mekkora az a szám, amit mondjuk egy család, vagy hogy mondjuk a magyar lakosság, vagy a székesfehérvári lakosság, vagy a települések megtermelnek? Az országos átlag közelíti a 4,5 millió tonnát, ami egy nagyon nagy szám. Hogyha ezt 10 millióval viszonylag egyszerű számtalannal visszahoztjuk, akkor tudjuk, vagy kiszámolható, hogy a 400-450 kiló az a mennyiség, amit minden magyar ember éves szinten megtermel, mint hulladék. Hát ez nagyon nagy szám, tehát ezen mindenképpen csökkentenünk kell, hisz ha most ezt átszámoljuk napra, közel 1,5 kiló hulladék naponta, hát több, mint amit megeszünk. A Deponia is csatlakozott az európai hulladékcsökkentési évhez, egészen pontosan hogyan? Több programmal is szeretnénk csatlakozni ehhez az akcióhoz. Ebben felelősséget érzünk, hisz azért mégiscsak közszolgáltatóként élünk és működünk, ugye 66 településen, tehát ebben példát szeretnénk mutatni. Vannak olyan programjaink, amik a saját magunknak szólnak, a saját magunk személynek a felnyitására, és vannak olyanok, amik egy kicsit kifelé. Saját programjaink kapcsán is igyekeztünk elgondolkodni azon, hogy hogyan csökkenthetnénk a hulladékot. Itt azt gondolom, hogy a csomagolási hulladékok mennyisége az, amin szeretnénk változtatni. PET palack minden cégnél szerintem rengeteg keletkezik, és úgy gondoljuk, hogy ebben mi tudnánk csökkentéssel élni. Úgyhogy azt határoztuk el holnapi naptól, ilyen elvágólagosan, hogy nem használunk több PET palackot a munkánk során, tehát nem termelünk PET palackot a napi folyadék elfogyasztást követően. Áttérünk egyéb többszöri felhasználással, többször használatos csomagolásokra, tehát itt a szóda, az ilyen többször használatos csomagolású folyadékokat fogunk fogyasztani, innentől kezdve tehát nem fogunk PET palackot termelni. Papírhulladékunk, mint cég, mint irodai tevékenység elég sok képződik. Nem nagyon tudjuk ezt megelőzni, hisz kell használnunk papírt, ugyanakkor ebből nagyon sok hulladék termelődik nap mint nap, és átgondoltuk, hogy mi az, amit tudnánk még továbbiakban hasznosítani, és teljesen egyszerű, ezt javasolnám mindenkinek. A hétköznapi posztitok helyett mondjuk A4-es papír hasonló méretre vágva, aminek mondjuk az egyik oldala az van rajta valami, de a másikon mondjuk nincs. Ezeket nagyon klasszul lehet ilyen ficka papírként használni, szerintem rengeteget használunk a nap során, tehát ez szerintem egy jó spórolási lehetőség. Illetve amik olyan egy oldalon nyomtatott, legfeljebb egy oldalon nyomtatott papírok, amiket már nem használunk, és nem tartalmaznak olyan adatot azok a nyomtatott felületek, ami nem szabad, hogy kikerüljön, azokat óvodákba, iskolákba szeretnénk felajánlani hasonló céllal rajzolni, firkálni, kivágni belőle, tehát szerintünk ezt még klasszul lehet használni ezekben az intézményekben. És akkor ha jól tudom, akkor még vannak más programok, amik szintén figyelemfelkeltőek lehetnek. Így van.
Tetris Challenge, szerintem Facebook használók között azért sokok által ismert. Ehhez hulladékos témával szeretnénk mi is csatlakozni. Csütörtöktől lesz meglátható, szerdai napon fogunk ezekkel a felvételekkel foglalkozni. Csütörtökön lesz egy nagyon klassz filmbemutatónk, ennek a bemutatója is egy különleges helyszín. Ez még egyelőre titok, de majd a sajtótájékoztatót követően ez látszani fog. Ugye a médiacentrum munkatársaival közösen készítettük most már a sokadik hulladékos filmünket. Azt gondoljuk, hogy ez is nagyon klasszul sikerült. Hasonló témában, mint a hulladékcsökkentési hét, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékcsökkentés, ezekkel foglalkozik ez a kisfilm, vagy foglalkoznak ezek a kisfilmek egyébként, nem is egy lesz belőle. Úgyhogy ezt fogjuk bemutatni. És akkor pénteki napon lesz egy gardróbcsere programunk, ami során egymás között a még használható, de már a kollégák által nem használt ruhadarabokat lehet egymás között kicserélni, illetve a maradék ruhákat pedig szeretnénk nemesebb célra felajánlani, amik természetesen még jó alapotú használt ruhadarabok. A hulladék csökkentése az egyik legjobb szerintem a szelektíven gyűjtés, vagy hát nem a csökkentésre, de legalább, hogy a felhasználhatósága utána ugye megvalósulhasson. Hol tart egyébként most így Fehérvár és a környéke a szelektív gyűjtésben? Óriásit fejlődtünk ebben az elmúlt időszakban. Azért azt is el kell mondani, hogy ebben körülbelül kicsit több is, mint két évtizedes gyakorlat van már Székesfehérváron. Tehát 90-es évek második felében indult el, akkor még a szigetes gyűjtés nagyon kezdetleges formában, de hát ugye el kell mindenben indulni valahol. Ehhez képest azért ma már sokkal előrébb járunk, hisz rengeteg fajta hulladékot gyűjtünk szelektíven, ami azután hasznosításra kerül, és ennek a szolgáltatási módja az, hogy legtöbb esetben már házhoz megyünk. Tehát gondolom, hogy ebben fejlődtünk nagyon-nagyon sokat, hisz csomagolóanyagokat, zöld hulladék is, mint egy szelektíven gyűjtött anyag, amiért házhoz megyünk. A lomhulladékok jelentős részét is már újra hasznosítjuk, és ezekért is egyfajta módon házhoz megyünk, és másként veszük át, mint ugye korábban ismert és nagyon nem szeretett rendszerben. Ennek az lett a hatása, hogy azért nagyon nagy lett az a mennyiség, amit ma már szelektíven visszagyűjtünk. A csomagolási hulladékok tekintetében a szolgáltatási területünkön az idejében több mint 8000 tonna lesz az a mennyiség várhatóan, amit begyűjtünk. Ismerve azt, hogy ezek milyen könnyű anyagok, ezek térfogatukban, meg egyébként gyűjtési mennyiségben iszonyatos mennyiségek, tehát azért ezt mindenképpen meg kell jegyezni. És hasonló mennyiség lesz egyébként, olyan 7-8 ezer tonna körüli az a zöld hulladék, amit szintén a lakosságtól házhoz menő módon összegyűjtünk. Ez egyébként most, hogyha ezt így összeadom, az összszolgáltatásunk, közszolgáltatási hulladék mennyiségnek a 15%-a, ami egy bődületes mennyiség. Tehát összesen 15-16 ezer tonna könnyű frakciójú hulladékról beszélünk. Nyilván ebben még óriási lehetőség van. Igyekszünk szemléletformáló akciókkal, oktatásban való részvétellel, és az irányba terelni a lakosságot, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban, gyűjtsenek külön olyan anyagokat, amik azt követően hasznosíthatók, és segítsék a munkánkat abban, hogy minél nagyobb mennyiséget gyűjtsünk hasznosításra. Óriási probléma ma még, és erről is kell beszélni, azt gondolom, hogy még mindig nagyon nagy Magyarországon a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége, vagy annak az aránya. Országos szinten olyan 60%-a az, ami hulladék lerakóba kerül még mindig a hulladékból. Ezen nagyon-nagyon nagy mértékben kellene még csökkenteni. A cél egyébként az lenne, amiket azért már hallunk a fejlettebb nyugat-európai országokból, Németországból mondjuk, vagy skandináv országokból, hogy lényegében nullára csökkentik, vagy nullához közelít az a mennyiség, amit hulladék lerakóban helyeznek el. Tehát vagy hasznosítanak, vagy égetnek olyan hulladékokat, amik égethetők. A szelektivitást tekintve én úgy látom, hogy azért tényleg ez egy népszerű dolog már. Viszont azt nem tudom, amikor nézem ezeket a hulladékgyűjtőket, akár a műanyaggyűjtőt, akár a papírt, hogy valóban szakszerűen gyűjtik-e össze egyébként a háztartásokban, vagy pedig mondjuk a lakótelepeken, a nagy gyűjtőben az emberek. Még mindig az egyik legnagyobb problémánk a szelektíven gyűjtött hulladékok minősége,
így beszélünk róla. Itt is egy számot mondanék. Átlagosan olyan 30% az a hulladék tartalom, ami a szelektív hulladék közé kerül. Ez nem azt jelenti, hogy sajnos azt is jelenti, de nem azt jelenti elsősorban, hogy vegyes hulladék kerül a szelektív hulladékok közé, hanem olyan kerül oda, ami nem oda való. Elég nagy energiát fektettünk, és úgy látjuk, hogy jövőben is még ezt meg kell tennünk abba, hogy hirdessük, tudatosítsuk az emberekben azt, hogy a különböző frakciókba mi gyűjthető. Illetve azt is, hogy mi nem odavaló. Mindkettőre fel kell hívjuk a figyelmet, eddig is megtettük, szerintem nagy lépéseket tettünk. Eddig azt látjuk, hogy inkább a mennyiség az, ami nőtt. Ezt követően azt szeretnénk, hogy ha abban is partner lenne a lakosság, hogy ne csak a mennyiség nőjön, hanem az odavaló kerüljön bele, a nem odavaló pedig arra a helyre, ahova azt tenni kell. Mennyi ilyen szelektív gyűjtő van egyébként mondjuk Székesfehérváron, és elegendő ez a mennyiség, ami most ki van helyezve? Székesfehérváron, hát ugye két területre kell ez ügyben osztani a várost, egyrészt a családi házas övezetek, másrészt a lakótelepek. Hát a családi házok esetén miután ott házhoz menő gyűjtés van, ezért ahány családi ház, de engem annyi gyűjtőhely. Ugye ott megvannak a gyűjtési időpontok, szerintem ezek teljesen jól mennek. Lakótelep, ahol egyébként közel 60%-a él a városnak, a város lakosságának, ott ugye inkább gyűjtőpontok vannak. Az elmúlt években arra tettük a hangsúlyt, hogy minél jobban növeljük ezeknek a gyűjtőpontoknak a számát, ne a hagyományos szigeteket erőltessük, mert azok inkább illegális lerakóhelyekként működtek egyre inkább, hanem külön gyűjtőket minél közelebb a lakókhoz, ezáltal is motiválva őket arra, hogy szelektíven gyűjtsenek. Jelenleg 450 körüli ez a kék-sárga edények, itt talán mindenki jól ismeri, ezeknek az edényeknek a száma. Még az idejében, remélem sikerül befejeznünk, újabb körülbelül ilyen mennyiséget fogunk ki helyezni a város lakótelepi övezeteiben, tehát ebben egy 100 vagy talán még kicsit több mint 100%-kal most növelés lesz a gyűjtőedények számát tekintve, tehát azt gondoljuk, hogy ebben nagy előrelépés várható. És ha jól tudom, akkor ezek a gyűjtőedények már képesek lesznek arra is, hogy mutassák a szintjét, hogy meddig van tele? Igen, ez egy nagyon klassz kísérlet, az országban egyedülálló igazából, az Albakomppal együttműködve indítjuk ezt a kísérletet. Igazából a Rákóczi út, Szegfű Gyula utca, Várkörút és Szénatér által határolt területen 100 darab ilyen szelektív gyűjtőt fogunk most kihelyezni, amik lényegében, ahogy mondtad is, mérik a benne lévő hulladék mennyiségét. Ebből egyrészt lehet következtetni, hogy mikor gyűjtenek az emberek szívesen, összességében hol tart a gyűjtés, tehát hogyha megtelted egy edény, azt távolról látni fogjuk. Tehát hogy ne csorduljon ki az edényből a hulladék, ebben is segíteni fog minket, és még szerintem nagyon sok hasznos információt fogunk tudni ebből a rendszerből levonni. Ennek én nagyon örülök, kíváncsian várom, hogy fog működni. Székesfehérváron most ugye tilos így az avarégetés, a kerti hulladéknak az égetése. A deponia hogyan tud segíteni most a lakosságnak? Itt mindig szívesen elmondom, hogy Székesfehérvár már most is egyébként nagyon jó helyzetben van a többi településhez képest. Azokhoz képest is, akiket mi látunk el ezzel a szolgáltatással, és az ország többi pontjához képest is. Hisz még a jogszabályban az van, hogy évi 8 alkalommal kellene zöld hulladékot gyűjteni, ez a minimális alkalomszám. Ehhez képest mi március közepétől december közepéig minden második héten gyűjtünk, ez ilyen 20 körüli alkalom, tehát több mint duplája. Míg máshol a mennyiség is sokkal kisebb arányban van korlátozva, itt nálunk 30 darab gyűjtő maticát kap mindenki, minden háztartás a zöld hulladékhoz, ami azt jelenti, hogy ha 120 literes zsákban tesz ki valaki hulladékot, vagy hasonló méretű kötegben, akkor is 3,5 köbméternyi zöld hulladék elszállítását díjmentesen biztosítjuk az év során. Ezzel már szerintem óriásit teszünk azért, hogy a zöld hulladék mennyisége csökkenjen. Gondolkodunk egyéb megoldásban is, dolgozunk rajta, ennek a részleteit még nem mondanám el, mert nem vagyok benne biztos, hogy mi lesz a végső megoldás. Gondolkodunk a várossal egy közös megoldásban, hogy hogyan lehet támogatni a lakókat abban, hogy a további mennyiségtől is környezetbarát módon meg tudjuk szabadítani a lakosságot. De itt szeretném mindenképpen elmondani,
hogy zöld hulladék tekintetében szerintem nem szabad csak a közszolgáltatásra várni. Ennek több oka van, egyrészt nyilván költségokai, másrészt tápanyag visszaforgatás okai egy adott házi kertben, hisz nem jó az, hogy az ott keletkező nagyon értékes zöld hulladékot mi egy-egybe elszállítjuk, és ott nem marad semmi. Tehát ezeket az anyagpótlásokat azért műtrágyával egyéb ilyen mesterséges készítményeken nem nagyon lehet megoldani. Úgyhogy én mindenkit kapacitálnék arra, hogy amennyiben van kedve, kis energiája és ideje, akkor a házi komposztálással próbálkozzon. Szerintem egyébként egy érdekes elfoglaltság is, érdekes kísérlet, családot, gyerekeket be lehet vonni. Tehát szerintem ez egy tök jó dolog. Úgyhogy ha valaki erre kedvet érez, vágjon bele. Ehhez rengeteg információ. Akár mi is tudunk benne segíteni, de vannak olyan civil szervezetek, Gaja például, akik ezzel profi módon foglalkoznak, és nagyon klassz kiadványok, egyéb segítségek vannak ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani. Kedves nézőink, a mai esti mérlekben a hulladékcsökkentéssel foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!